A Szabolcsi Dobverők csapata is fellépett a Gyermekvédelmi Szakemberek Fórumán, Máté Szalkán. Az együttesből többen az ellátórendszer valamelyik intézményében élnek. A gyermekvédelmi dolgozóknak a Vármegyei Önkormányzat szervezett szakmai konferenciát. Ez egy nagyon fontos feladat, és ez pontosan egy olyan feladat, amelyről ritkán beszélünk, vagy éppen mondjuk azt, hogy ritkán kerül úgymond a napvilágra. Folyamatosan dolgozni kell, folyamatos munka van vele, rengeteg probléma, rengeteg feladat, amelyet meg kell oldani, de valahogy ritkán találkozunk mégis ezzel a feladattal. És ezt szerettük volna, hogy akkor legyen egy nap, amely róluk szól, ahol lehetőséget adunk arra, hogy ne csak meg tudják magukat mutatni, ne csak meg tudják mutatni azt a munkát, amelyet végeznek, ne csak meg tudják mutatni az eredményeket, hanem egymással is tudjanak beszélni. Élni, osszák meg egymással a jó gyakorlatokat, osszák meg egymással a problémákat, és próbáljunk együtt közösen megoldást keresni azokra a kérdésekre, amelyek esetleg nyitottak. És persze szerettük volna megköszönni is, tehát a fő cél azért az volt, hogy ebbe az identitás programra is lehetőséget adjunk arra, hogy megköszönjük nekik azt a munkát, amelyet végeznek, mert valóban az egyik legfontosabb munka. A fórumot az Itthon Együtt Közösen című rendezvénysorozat keretében szervezte meg a Vármegyei Önkormányzat. A Vármegyei identitás erősítését szerettük volna ezzel a programmal megvalósítani, jó pár rendezvénnyel, nagyon sok településre ellátogatva, a helyi identitást megmutatva, azokat az erősségeket, amelyek egy-egy településen, falvakban, városokban megjelennek, amely gyökerezik a kultúránkból és gyökerezik abból a munkából, amelyet végeznek itt a szakemberek, illetve azok a kovász emberek, akik egy-egy települést visznek, vagy egy települési közösséget, akár önkormányzatként, akár mondjuk egyházként. Tehát ezt az identitást szerettük volna megjeleníteni, és ezt az identitást szerettük volna megmutatni így vármegyei szinten is, hogy miért vagyunk mi büszkék a vármegyére. És persze vannak különböző szakmai programok is benne, mint például a mai, amely egy szegmensre világít rá, itt például a gyermekvédelmi intézményekre, illetve azokra a szakemberekre, akik a gyermekvédelemmel foglalkoznak, vármegyei szinten, akár intézményes keretek között, akár mondjuk civil szervezeteken belül. A szakmai fórum kiemelt célja a tapasztalatcserén túl olyan pedagógiai eszközök feltárása is volt, melyek az ellátórendszerben gondozott fiatalok identitástudatát erősíthetik, helyben maradásukat segíthetik elő.